Így néz ki az a traktor hajtotta kúpos rönkhasító gép, ami tavaly márciusban egy dolgozó halálát okozta Kocsolán. A fatelepen akkor állt munkába egy férfi, és miközben a gép elé berakta és neki nyomta a fadarabot a forgókúp hegyének, bekapta és felcsavarta a ruháját, és magával rántotta a férfi testét is. A segítségére sietők csak a felszabdalt testrészeit találták meg, segíteni már nem tudtak rajta. A dombóvári bíróság első fokon a cég vezetőjét bűnösnek találta halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, és 2 év fogházra ítélte, aminek a végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész fellebbezett a büntetés súlyosbítását kérve. A szekszedi törvényszék másodfokon tárgyalta az ügyet, az ülésen a cég vezetője elcsukló hangon mondta el, mennyire megbánta hanyagságát. Én belső teher számomra, nagyon sajnálatot mondok. A családban jól viszonyom, megbocsátok minden. A szekszádi törvényszék nem módosított az elsőfokú ítéletem. Indított büntetőjben a Dombóvári Járásbíróság 2019. február 13-án hirdetett 9.122 per 2018 per 8 számítetét helybe hagyja. A szekszádi törvényszék azért nem szigorított az ítéleten, mert úgy ítélte meg, ez a büntetés elegendő ahhoz, hogy ilyen tragédia többet ne forduljon elő. A bíróság így enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, az őszinte tevékeny megbánását, a büntetlen előéletét, a rendezett családi helyzetét, valamint a sértett gondatlan munkavégzésben megnyilvánuló közrehatását. A szekszádi törvényszék megállapította, hogy a halálos munkabaleset azért következett be, mert mind a férfit foglalkoztató, mind maga a sértett is gondatlan volt. A segédmunkás nem értett a gép kezeléséhez, és munkáltatójától sem kapott előzetes tájékoztatást arról, hogyan is kellene vele dolgoznia, mire kellene ügyelnie, sőt munkavédelmi oktatásban sem részesült.